A régió legrégibb iskolája a Vas megyei szakképzési centrum Puskás Tivadar szakképző iskola és kollégium. Az intézmény jogelődjét 1883-ban hozták létre. A szakképző iskola legfontosabb célja, hogy kiváló szakembereket képezzen. Az itt végzett tanulók képesítése összhangban van az ipar 4.0 kihívásaival. A tanulók 4 ágazati képzésre jelentkezhetnek. A technikumban 2 ágazatban tanulhatnak, az egyik az elektronika. Intézményünkbe várjuk az elektronikai technikusnak jelentkezőket. A másik ágazatunk a specializált gép- és járműgyártás, ahol mechatronikai technikusokat képzünk. A szakképző iskola portfóliója bővült. Elektronikai ágazatban villanyszerelőnek, elektronikai műszerésznek, specializált gép- és járműgyártásban karosszérialakatosnak, járműfényezőnek és mechatronikus karbantartónak, a gépészet ágazatban gépész CNC forgácsolónak, hegesztőnek, épületgépész ágazatban pedig központi fűtés és gázhálózatrendszer szerelőnek, valamint hűtő és szellőzés rendszer szerelőnek jelentkezhetnek a tanulók. Minden szakképzésben tanuló diák ösztöndíjat kap. A tanulók duális képzésben vesznek részt. A Puskás Tivadar szakképzőiskola és kollégium 64 megyei céggel áll kapcsolatban, közösen képzik a jövő szakembereit. Az intézmény széles szakmai kínálattal rendelkezik, piacképes szakmákat oktatunk, így biztos jövőkép áll végzőseink előtt. Támogatjuk az élethosszig tartó tanulást. A diákoknak számos szabadidős és sporttevékenység áll rendelkezésükre. A Puskás Tivadar szakképzőiskola és kollégium várja a jövő szakembereit.